Volt, hogy vakuval, de volt, hogy anélkül fotózta magát a tükörben a fiatal férfi a közösségi oldalra, a vád szerint több paksi is csalt ki pénzt éveken keresztül. Egyik áldozata ebben a házban lakott, elhitette vele, hogy távoli rokonok, kórházi kezelésekre és vállalkozás beindítására kért kölcsön az idős férfitól, aki jó hiszeműen összesen 1 millió 740 ezer forintot adott neki, de vissza nem kapta. Az átvert férfi szomszédja még ma is jól emlékszik a kéregetésre. Jöttek ide hozzá, mikor ellopták a fészt, húsvétkor jöttek hozzá, hogy adjon nekik. És akkor mondta a Pista bácsi, hogy hát még nem kaptam meg a nyugdíjat. A csalónak több ügye is volt, telefont vett el, amivel 40 ezer forint kárt okozott, de pénzt és pénztárcákat is lopott, mind a kétszer 60 ezer forint volt a kár. A bíróság egyesítette az ügyeket, és nemrég bűnösnek mondta ki a paksi csalót. A paksi járás a vádlottat csalás büntette, és több rendbeli csalás büntette, illetve védsége miatt halmazati büntetésül ítélte el kettő év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre. Ö, a továbbá kizárta a feltételes szabadság kedvezményéből is a vádlottat, és elrendelte egy korábbi felfüggesztett 8 hónap börtönbüntetésének utólagos végrehajtását is. Az idős férfitől kapott pénznek csak egy részét költötte el a csaló. A házkutatáskor körülbelül 1 millió 100 ezer forintot megtalált otthonában a rendőrség. Az idősek egy másik korszakból érkeztek, ahol talán több volt a bizalom, és kölcsönösen is egymásra jobban odafigyeltek. A paksi rendőrkapitány nemrég arról beszélt egy szépkorúaknak tartott programon, hogy miért esnek könnyebben áldozatul a csalóknak. A mi területünkön ez nem jellemző, de az ország más területén azért elég sok ö, olyan bűncselekmény éri őket, amit nem szeretnék, hogy pakson vagy a paksi járásban előfordulna. Az ítéletről szerettük volna megkérdezni a csaló hozzátartozóit is, de senki sem nyitott ajtót.